Hat csapat vett részt a játékos vetélkedőn, filmfelismerés, közmondások magyarázata, Nagykanizsa testvérvárosai, csak néhány a megoldásra váró feladatok közül, amelyek a külhoni magyarokhoz és délvidékhez kapcsolódtak. A gyerekek már nagyon várják az utazást. Nagyon remélem, hogy jól fog szelni és tartalmas lesz az út. Magára az országról esetleg tudsz már valamit? Hát nem sokat, de így a kirándulás előtt azért lesznek ilyen programok, hogy a tudásunkat bővítsük. A rozgonyisok május 16-án utaznak Szerbiába, a délvidékre. Addig még más felkészítő foglalkozások is lesznek majd az iskolában. 3-4 óra időtartamban rengeteg ismeretet fognak kapni a gyerekek a délvidék történelméről, földrajzáról, kultúrájáról, Nagykanizsán élő délvidéki barátaink, illetve itt lakó emberek fognak jönni, és hát egy úgymond élménybeszámolót tartanak arról, hogy nekik milyen volt ott élni a délvidéken, ott felnőni, ott gyerekeskedni. Az előkészítőkön megszerzett ismereteik révén a gyerekek átfogóbb képet kaphatnak a határon túl élő magyarok mindennapjairól. A Rozgonyi iskola már több alkalommal is részt vett a Határtalanul programban, sőt 2017-es pályázatuk is sikeres lett. A következő tanévben az úti cél Erdély lesz.